mindenkit vagyunk a Photoshopban, ahol a legutolsó frissítés két újdonságát fogom nektek most bemutatni. Először is az automatikus téma kijelölő eszközt, ami nem annyira újdonság, csak egy kicsit megújult. Másrészt pedig a... Harmonizációs filtert vagy szűrőt. Ez a kettő valamennyire össze is függ egymással, hiszen az automatikus téma kijelölővel kijelölhetünk egy témát, nyilván automatikusan, hát benne van a nevében, azután pedig ezt a kijelölt és kivágott témát átrakhatjuk egy másik képre. Tehát például, hogyha itt ezt a tehénkét vagy jó, hát szarvas marhát szeretném kivágni, rábízzuk a szoftverre majd, és azután átrakni mondjuk erre a képre, akkor szerintem elsőre nyilvánvaló, hogy a színeik például, meg a világossága nem biztos, hogy stimmel egymással. A harmonizáció pedig segít nekünk az átmásolt dolognak a színeit, a világosságát a háttérhez igazítani. Na de hogy ne csak beszéljek, nézzük is meg, hogy miről van szó. Először is az automatikus kijelölő eszköz ilyenünk már volt, ez a Object Selection Tool. Ha rákattintunk erre az eszközre, akkor ez ugyebár korábban úgy működött, hogy itt ki tudtuk jelölni, hogy négyzetes vagy lasszó alakban, hogyha körbe kanyarítjuk ezt a témát, akkor mondjuk legyen most a lasszó, akkor nagyjából ezen a kijelölésen belül ő megpróbál meghatározni egy fő témát, vagy egy valamilyen témát, és azt szépen kijelölni, ahogy itt látjátok. Na, ez a kékség, amit néha bebeugrott, ez viszont az újdonsága a szoftvernek. Ennek segítségével még mielőtt kijelöltük a témát, már megmutatja nekünk, hogy ő mit képzel el, témaként a képen. A beállításait itt láthatjátok, itt az Object Finder-rel tudjuk kikapcsolni, hogyha nem szeretnénk ilyet. Ettől még ugye a régi módszerrel ugyanúgy ki tudjuk jelöltetni a fő témánkat, de ő automatikusan nem fog dolgozni. Ha bekapcsoljuk az automatikus Object Finder-t, akkor ő egy új kép betöltése után automatikusan megkeresi a fő témákat, és ha végig szaladunk, ezzel az eszközzel a képen, és olyan területre érünk, amit ő témaként, tehát fontos képelemként talált meg, akkor azt kék színnel színezi ki, és azt a területet is, amit ő fontosnak, kijelölendőnek vél. Ez nem csak egy dolog lehet a képen, hanem akár több is, itt egy másik kép például, ugyebár itt két fő témánk is van, a kutya, meg a gazdája. Ahogy látjátok, ha rámegyek bármelyikükre, akkor külön-külön is megtalálja őket. És bármelyikükre kattintok, mondjuk a kutyára, akkor csak azt a témát jelöli ki itt látható a kijelölési körvonal körülötte. Ettől függetlenül még például a lányt is ki tudom jelölni, mondjuk úgy, hogy egy shift gombot nyomva tartok, ekkor ehhez a kijelöléshez hozzáadja a következőt, és ezt is, mint téma, ki tudom jelöltetni, tehát így már mind a ketten ki vannak jelölve. Ha az egészet újra akarom számoltatni, bár olyan nagy jelentősége nincs, mert mindig ugyanazt fogja megtalálni, akkor erre az ikonra kattinthatok, és újra kiszámolja a két témát, de hát ez, ezúttal Ugyanaz a két téma tulajdonképpen. Ha meg szeretném nézni, hogy pontosan mit talált meg, akkor erre az ikonra kell kattintanom, és akkor megmutatja az összeset, amit témaként ő kijelölne. Ezzel az utolsó ikonnal pedig különböző beállításokat kapunk, tehát hogy például milyen színnel jelölje ki őket, nem muszáj, hogy kék legyen természetesen, körvonalnak a szélessége, az átlátszósága ennek a zöld színnek, hogy ezt automatikusan szeretnénk, vagy manuálisan frissíteni. Ugye bár ide rákattintva mindig. Ezeket tudjuk itt beállítani. Na de, zárjuk be ezt a képet, és térjünk vissza a tehénkéhez, amit most ugye zöldel, mivel arra váltottam, jelöl ki. Illetve még nincs kijelölve, csak megmutatja, hogy szerinte ez itt a fő téma, én ezt jelölném ki. Ha elégedett vagy vele, akkor egy kattintás, és megkapjuk körülötte a körvonalat kijelölve a szarvasmarhánk. Aprócska probléma, hogy se a körvonal, se ez a zöld terület nem igazán mutatja meg a pontos kijelölési határokat. Tehát, hogyha azt akarod megtudni, hogy pontosan mi van kijelölve a képen, akkor érdemes meg, hát ha finomítani szeretnéd, akkor érdemes ide a Select and Mask-re kattintanunk. Ugye már itt a Select and finomíthatunk, amit például ezen a tehénkén finomítani kéne, az ugye a szőrszálak mentén kijelölés, hát ezt így kézzel szinte lehetetlen kijelölni, de van nekünk itt egy ilyen Refine Hair lehetőségünk, sőt van egy automatikus Refine Hair lehetőségünk is, hogy most szőr vagy haj igazából mindegy a nem automatikus lehetőségnél be kell állítanunk egy ecsetet, és itt a szőr mentén végig kell húzni, vagy haj mentén, és akkor valószínűleg sokkal pontosabban fogja kijelölni ezeket a területeket. A Refine hernél meg csak erre a gombra kell kattintanunk, és ő megpróbálja eldönteni, hogy milyen területek azok, ami szőr vagy haj. Nézzük meg az automatikusat, már ez sem rossz, egyébként jobb lett itt a megoldása, de hát nem mindenütt az igaz még maradtak ilyen fekete területek, itt még mindig ilyen tépet szél van. Ráadásul meg egy pár területet eltüntetett, látszik, hogy itt a szarvnál például átlátszik a háttér, tehát a tehenünk is át fog látszani ezeken a részeken. Úgyhogy kiválasztom a haj- és szőr kijelölőnek a manuális lehetőségét beállítok egy megfelelő ecset méretet, alt gomb, jobb egér a nyomvatartásával, hát így kb. egy ekkorát, és szépen átmegyünk még ezeken a területeken, hogy például itt is tüntesse el a szőr mentén ezt a fekete tépést itt is legyünk pontosabbak, de amúgy magát a szört jól kijelölte, csak egy kicsit túl buzgó volt, más olyan területeket is eltüntetett, amit nem kellett volna itt a fülből, a szarvakból, stb. Ezeket úgy tudjuk visszatenni, hogy ide kattintok erre a Quick Selection túlra, ilyen gyors kijelölő eszközre, és hogyha pozitívon van, tehát hozzáadáson, akkor még hozzá tehetek területeket ehhez a részhez. Ugyebár itt lukasztott, tehát a szarv az viszont nekünk kellene, ezt még hozzáadjuk. Itt a füleknél is természetesen kell, és akkor elég csak itt nagyjából végig húzni, tehát nem kell itt a szélét megmutatni neki, de tudja, hogy ezek a területek, ezek a színű, ezek a világosságú területek még kellenek, és ő megpróbálja így kitalálni, hogy akkor ja, hát akkor itt a környezete is valószínűleg. Nem mindig fog neki sikerülni, akkor egy párszor még át kell vele satírozgatni. Oké, okay, kicsit még furcsa itt a szélnek a kijelölése ilyen szürkés, tehát kapni fog egy ilyen szürke glóriát, hogy ez ne legyen, és a világos szőrszálakkal legyen azonos színű a szélnek a kijelölése is. Ide kattintok erre a decontinimate, ezt mondjátok ki háromszor egymás után gyorsan, szóval a decontinimate, Colors-re, ami a kijelölés szélein lévő pixeleknél így megfolyatja a világosságot, vagyis a, tehát a színeket, egészen a kijelölés széléig. Vagyis a szőrünk az a széleken is ilyen szép világos lesz. Itt nem annyira szép, de fogjuk rá. Nagyon fontos még itt az output to bejelölés, aminél mondjuk válaszunk ki egy új layert, vagyis egy új réteget, tehát egy teljesen új rétegre fogja tenni ezt a kivágásunkat. Oké, okay, és már is itt van a szarvas marhánk egy új rétegen. Még mindig mutatja ugye, hogy ő mit jelöl neki, mint fő témát, de ez már nem annyira fontos. Nekünk csak ez a felső kivágott marha fontos. Ezt egyszerűen így megragadom, nyomva tartom a bal egérgombot, és szépen ide áthúzzuk a másik képre, hogyha itt fölmegyek a fülére, és elengedem fölötte, akkor a marhánk itt van ezen a különálló rétegen, amin ki lett vágva. És ugye itt a mozgató ikonnal be tudjuk őt valahova ide méretezgetni, vagy helyezgetni, akár méretezni is. És ha ezzel meg vagyunk, akkor végre elérkeztünk a második bemutatandó dologhoz. Ez lenne a Harmonize filter, amivel összehozhatjuk színekben, világosságban ezt a bevágott fő témánkat a környezetével, vagyis ebben az esetben a hátterével. Ez pedig hát hol lenne máshol, mint amin mostanában ezerrel frissítenek, mint a Neural Filtersnél. A Neural Filters egyik újdonsága, ugye éppen a múlt héten mutattam be ezt a Landscape Mixert, valakinek tetszett, valakinek nem, amire viszont most lesz szükségünk, ez a harmonizáció nevezetű filter, ami még mindig béta állapotban van, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy mind a Landscape Mixer, mind ez még egyelőre fejlesztés alatt van, tehát van még mit csiszolni rajta. Ha rákattintok, akkor még be kell kapcsolnom ahhoz, hogy itt bármi történhessen, addig nem férek hozzá a beállításaihoz, úgyhogy itt ezzel a kis gombbal be lehet kattintani. Ha nincs ilyen kis gomb, hanem egy ilyen felhőcskét látsz lefelé mutató nyillal, akkor nincs letöltve neked a harmonization. A Photoshop frissítése után, ha belépsz ide, akkor a többségét ezeknek a filtereknek le kell tölteni ahhoz, hogy ez működhessen. Elfelejtettem mondani, nagyon fontos, hogy mielőtt ezt a harmonizációt használnád, a felső rétegünk legyen kijelölve. Tehát mindenképpen az a téma, amit ide vágtunk a háttérre. És abban az esetben, hogyha itt a filter, Neural filter megpróbáljuk bekapcsolni a harmonizációt, akkor ez már lehet. És akkor most van szükségünk a referenciaképre, ami a hátterünk. Itt adja is nekünk, rákattintunk, és elkezd dolgozgatni, számolgatni, mi meg kivárjuk, és néhány pillanaton belül az idemásolt témánk felveszi azt a szint, nagyjából azt a világosságot, mint a háttere. Ennek az erősségét itt a Strength csúszkával lehet picit még erősíteni, azt hiszem 75, ahogy beállította ez az alapérték. Tehát tudjuk erősíteni egy kicsit, vagy akár gyengíteni, tehát visszakapni az eredeti állapotot, kicsit keverni ahhoz képest, amit beállított, illetve hát kapunk három darab csúszkát, amivel a szín arányokat tudjuk beállítani, hogy inkább a cián, inkább a Pirosas színek, inkább a zöldek, vagy a magenták, a sárgák, vagy a kékek domináljanak jobban a képen, hogyha inkább kékíteni akarom, akkor látjátok, erre is van lehetőségem, ez így nem is olyan rossz. Be tudjuk állítani a színtelítettséget, illetve hát csökkenteni tudjuk, hogy ne legyen annyira színes, vagy pedig még színesebb legyen, illetve a világosságát is tudjuk állítani. És a vége pedig valami ilyesmi. Nem azt mondom, hogy ez a világ legpontosabban dolgozó filtere egyébként, tehát vannak azért furcsaságok. Van úgy, hogy szemre nekem nem igazán adja ennek a kettőnek az össze harmonizálása, de kiindulásként jó, ahogy az az automatikus téma, felismerés téma, kiválasztás is kiindulásként jó, nagyon gyorsan, egy kattintással meg tudjuk adni, hogy igen, ez a téma, akkor választ is ki, jelölt ki. Úgyhogy helyettünk még nem vállalt át mindent, de a munka egy részét azért már rábízhatjuk a szoftverre is. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, like illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha ezt eddig még nem tettétek meg. Köszönöm a figyelmet, szép fényeket nektek!